A király reménye. Óriás trónján a király az életét mesélte. A bohóc hallgatta és könnyeit nézte. Hangját elnyomta gaztette és súlya. Így kért feloldozást a bohóctól az utolsó útra. A bohóc bölcsebb volt ott bizony bárkinél. Csak bólintott, és így adott a királynak reményt. Arra, amire talán a legjobban vágyott, hogy a bért így lemussa, amit örökké a kezein látott. Ártatlanok vére, amely oly makacsul ragadós, nem tudta lemosni róla sem pap, sem javós, így lett a bohóc a király utolsó reménye, mikor bűneibe roskadva hunyt ki szemeinek fénye. Rögvest eltűnt alul a hatalmas királyi trón, és várta őt a túlsó parton a sok legyilkolt gyászoló. Ők síri csendben ráadták a fekete ruhát, s a halottak közt csak egy lett a hatalmas király.